Ritka az a nap, hogyha az országos médiából nem is, de internetes portálokról ne értesülnénk idősek, egyedülállóak elleni támadásokról. Az elmúlt napokban egy hét leforgása alatt környékünkön két ilyen eset is történt. Hál' Istennek nem a leggyakoribb bűncselekmények, éves szinten egyszer-kétszer fordul elő ilyen jogsértés, bár hát sajnos az elmúlt hét ez erre rátszáfolt, hiszen egy héten belül két ilyen támadás is történt a területünkön, az egyik az Sonsáján, a másik pedig Ózd hétes telepén. Az elkövetők minden esetben fiatal cigányok. Az elkövetés módszerei is azonosak. Bejutni a házba, lakásba, az időskorút addig ütni, amíg mozog, elvinni minden mozdíthatót, a helyiségeket feldúlni, tönkretenni, majd menekülni. Somsáj települést nézőink közül mindenki ismeri. Becsületes, szorgalmas bányász emberek által lakott település volt valamikor. Mára így néz ki. Ezen bányászlakások egyikében élt a 72 éves néni, az első eset elszenvedője. Az első eset a Somsáján történt január 14-én, fényes nappal, 12 óra körüli időben, amikor a 72 éves somsályi idős hölgy, aki egyébként egyedül él, a lakásából éppen a lakása melletti külső WC helyiségbe próbált kimenni. Ekkor azonban, amikor az ajtón a zárat belülről nyitotta, az ismeretlen támadó az ajtót rányomta, fellökte, a lakása padlójára nyomta, combjára térdepelt, fejét több alkalommal megütötte, miközben az elkövető társa a lakást kutatta, és 10.000 forint értékű készpénzt tulajdonított el, majd kerékpárra ülve a helyszínről távoztak. A másik eset már brutálisabb. A másik eset közel egy hét múlva történt. Ózd hétes telepen, ez január 19-én történt, 11 órakor a családsegítő szolgált munkatársa tett bejelentést az ózdi rendőrkapitányságra, miszerint ő ételhordás közben azt tapasztalta, hogy az ott élő 92 éves idős hölgy a lakás padlóján fekszik, sérült állapotban. Ekkor rendőri intézkedést kért, és a kiérkező rendőri erő megállapította, hogy a hölgyet bántalmazták, a lakását felkutatták, és a lakásból több használati tárgyat is elvittek az elkövetők. Hétes telep is ismert része Óznak. A kohászat tulajdona volt, majd annak megszűnte után átkerült a városhoz. Valaha kohászati dolgozók lakták új hétest, a hétesi baraksort. Ez a két település rész mára eltűnt, csak a helye van meg. A nagy, hatlakásos házak lakói is régen elköltöztek. Helyükre ellenőrizhetetlen módon cigányok telepedtek, sokszor jogcím nélkül. A házakhoz tartozó melléképületeket, pincéket az új telepesek lebontották, de ezt tették több lakóépülettel is. A bontási anyagot eladták. Tették mindezt a város vezetésének szemhunyása mellett, annak asszisztálásával. Hétes telep minden ingatlana ugyanis a város tulajdona volt. De térjünk vissza a bűncselekményekhez.
Az elkövetők elfogása az utóbbi ügy vonatkozásában eredménnyel járt, mintegy 36 órán belül sikerült az elkövetőket beazonosítani, elfogni, az Ózdi rendőrkapitányságon kihallgatásuk megtörtént. Az elkövetők közül kettő fiatalkorú, alig múlt 14 éves, egy pedig gyermekkorú, 11 éves. Megélhetési jogvédők által készített filmben a néni még így nyilatkozott. Én se bántok, senki se, engem se bánt. Ha meg bántanék, okkal bántanának egyet. Akkor se szólnak, de nem szólnak meg állnak. Nem is bántsák. Hát. Nem bánt engem senki se. Nem bánt engem még az ilyen gyerek sem. Én se bántok senkit se, engem se bánt. Ha meg bántanék, okkal bántanának engem is. Nem bánt engem senki se. Aztán kiderült, hogy mégis. A számos sérülése, ami elsősorban a fejre, végtagokra lokalizált volt, emellett egy súlyos sérüléssel is rendelkezett, amely a jobboldali combcsontnak a törése volt. Ennek megfelelően, tekintve az ő 90 év feletti életkorát, az állapota azért meglehetősen súlyosnak volt, véleményezhető. 2010. január 19. Kedd. Egy átlagos, enyhe téli nap. Délelőtt 11 óra után befut egy hívás a rendőrségre. Ózd hétesnek nevezett részén betörtek egy 92 éves nénihez. Kirabolták és megverték. Az utolsó magyar származású lakos hétesben, aki ott élte le életét, becsületesen dolgozott, tisztességben megőszült. A házban minden felfordulva, kiforgatva. A régi, kopott fényképek a padlón szanaszét hevernek. Fiókok kiborítva, ruhák szétdobálva, a mindenkor tiszta és rendszerető néni ágyneműi, amely máskor olyan pontosan van hajtogatva, most szanaszét véresen hever az ágyon, a földön. Törött díszek, szétdobált könyvek árulkodnak arról, hogy az elkövetők gyorsan, de mindent szétdúltak. Vér, mocsok, szemét. Félelem és gyűlölet a levegőben. Reggel 9 óra körül történt mindez, hiszen az ajtók nem voltak felfeszítve, a néni talán ajtót is nyitott az elkövetőknek. Éppen reggelizni készült, de már nem fejezhette be. A fosztogatás után a néni tehetetlenül feküdt a padlón, míg rá nem találtak. Azonnal kórházba szállították, törött combcsontját megműtötték kedd este. Kék foltok, sebhelyek, mérhetetlen testi fájdalom és lelki kínszenvedés. 92 évnyi becsület, tisztesség, jóság, törékenység. 92 évnyi szeretet megtört pár óra alatt. Egy idős, kicsi test, amely eddig mindig vidám és életre való volt, hirtelen ott feküdt egy ágyon, kihűlve, tehetetlenül és értetlenül. A néni nem emlékszik szinte semmire. Nem haragszik, nem vádol, csak szenved és mérhetetlen fájdalmakkal küzd. Küzd az életéért, mert az évek erőssé, kitartóvá tették. Még nincs tisztázva a teljes történet. Az elkövetőkről annyit lehet tudni, hogy ketten alig 15, egy pedig 11 éves. Normális esetben még gyerekek. Ők már bűnözők. És mennyire tartja ön rendőri feladatnak, vagy egyáltalán az-e a kialakult helyzetnek a megoldása? Nagyon sok olyan körülmény van, ami a rendőri munkám már túlmutat. 2010-et írunk. A 21. század első évtizede. Rendszerváltásról, jóléti társadalomról beszélnek. Egy olyan világról, ahol nincs rettegés, de van bőség. Egyeseknek bizonyára. De nekünk... Itt a végeken semmi.